Mi az új év legfontosabb indító útravalója? Az, hogy haladjunk. Az év utolsó szakaszának neve állni, az év első szakaszának neve haladni. Az év utolsó szakaszának neve Nitzavim, állni. Ti álltok ma mindnyájan az örökkévaló, az istenetek színe előtt, mondja Mózes. Az új év első szakaszának neve Vayelach, haladni. Mózes ment és elmondta ezeket a szavakat egész Izraelnek. Az év utolsó szakaszának neve állni, mert valóban egyszer-egyszer, különösen az év végeztével meg kell állnunk, és önvizsgálatot kell tartani magunkban. Hogyan telt az elmúlt időszak, miben lehetnénk jobbak? Az év első szakaszának neve azonban haladni. Ugyanis az új év kezdetének legfontosabb üzenete, hogy az évvégi önvizsgálat is csak is egyetlen célt szolgálhat. Haladnunk kell. Folytonosan haladnunk. Nem maradhatunk ott, ahol az előző évben voltunk. A zsidóság az örök haladásra, az örök előre menetelre szólít fel. Haladnak erőről erőre, megjelennek Isten előtt Szionban. Így fogalmaz Dávid király a Zsoltárokban. De mit jelent a valódi haladás, a valódi előre menetel? Zechária próféta ezt így foglalja össze. Helyeztem haladókat az egy helyben állók közé. A kommentárok szerint a haladók itt az emberre vonatkozik, az állók pedig az összes többi teremtményre. Az ember ugyanis az egyetlen, amely valódi haladásra képes az összes többi teremtmény közül. Az összes többi teremtmény csupán egy helyben áll. Az ember az egyetlen, amely saját természetét meghazudtolva és megváltoztatva tud fejlődni. Az ember az egyetlen, amely szabad választása révén képes a vele született jellemvonásokat felülírni, és saját árnyékán átlépve önmagához képest is magasabb helyre kerülni. Egyszer egy rabbit a sakkjáték tanulságairól kérdeztek. Nos, mondta a rabbi, a sakk bábúi közül a gyalog szimbolizálja az embert. Igaz, hogy minden más bábú is képes előre haladni a sakktáblán, de ezt egyedül a meghatározott irányba és algoritmus szerint teheti. A gyalog, a paraszt bábú, ugyan apró léplektel haladhat előre, mégis amikor a túloldalra ér, bármi lehet belőle. Az ember képessége a haladásra ehhez hasonló. Saját magunkon is képesek vagyunk túltenni. Ez jó volt, nem? Én is élveztem. A Tórából mindig lehet valami újat tanulni. Ha szeretnél hasonlókat megnézni, kattints ide. Ha pedig a legfrissebb videókról is szeretnél értesítést kapni, csatlakozz a csatornánkhoz. Csak annyit kell tenned, hogy ide kattintasz.